Ebben a leckében tovább ismerkedünk a Java nyelvvel és a NetBeans rendszerrel. Indítsuk el a NetBeans-t. Megtanult módon hozzunk létre egy új projektet. Szintén a Java kategóriából és a Java Application projekttípusból a projekt neve legyen Hello Világ 2. Legyen a projekt feladata az, hogy jelenítsen meg ismét egy Hello Világ üzenetet, de most egy grafikus ablakban. Anélkül, hogy megismerkedtünk volna a Java osztályok kezelésének minden fortéjával, már is felhasználhatjuk a kész osztályokat. A Java nyelvhez tartozik egy bőséges osztálykönyvtár, ami a legkülönbözőbb programozási problémák megoldására alkalmas. Ennek részleteit meg elolvashatjuk különböző szakkönyvekből, angolul és magyar nyelven is, valamint rengeteg információs forrást találhatunk az interneten is. Ezekből megtudhatjuk például azt, hogy a JOption Pane osztály alkalmas arra, hogy különböző fajta grafikus ablakokat jelenítsünk meg az alkalmazásunkban. Ha leképezzük egy osztály nevét a NetBeans-ben, ugye ebbe a pontos írásmódra, ugye a kis és nagy betűk számítanak a Java nyelven, majd osztály neve után leütünk egy pont karaktert, akkor megkapjuk a NetBeans-től az osztály tagjait. Megkapjuk azt, hogy milyen változói és milyen metódusai vannak az adott osztálynak. Ha pedig a listában valamelyik elemre kattintunk, akkor megkapjuk annak az elemnek a leírását. Megtudjuk, hogy az adott változó mire szolgál, mire használható. Ha pedig metódusra kattintunk, megkapjuk azt, hogy hogyan hívhatjuk meg ezt a metódust. A részletes leírást kapunk a paramétereiről és a metódus funkciójáról. Elolvasgatva néhány ilyen metódust, rá fogunk jönni, hogy a show message dialog metódusok alkalmasak arra, hogy megjelenítsenek egy párbeszéd ablakot benne valamilyen tetszőleges szöveggel. Ha például kiválasztjuk azt a show message dialogot, amelynek két paramétere van a paraméter listájában, akkor leírásban azt is megkapjuk, hogy mire szolgál ez a két paraméter. Az első paraméter egy frame-re hivatkozik, meghatároz egy frame-et. Java nyelvben frame-nek nevezzük az ablakokat, vagyis a frame osztály valósítja meg a programok által kirajzolandó ablakokat. Ez a paraméter tehát meghatároz egy frame-et, egy ablakot, amelyhez megjelenő párbeszéd ablak majd tartozni fog. Arról is kapunk információt, hogy ha ezt nullra állítjuk, akkor nem lesz ilyen ablak, vagyis a megjelenő párbeszéd ablakunk az asztalhoz fog tartozni, nem pedig valamely másik ablakhoz. Nekünk ez most éppen megfelel a célunknak, ezt fogjuk választani. Második paraméterként pedig megadjuk azt a szöveget, amit szeretnénk megjeleníteni. Ez a metódus nekünk éppen megfelel, ezért válasszuk ki, ehhez kattintsunk kétszer nevére a listában. Ezzel megjelent a szövegszerkesztő ablakban a metódus hívása. Első paraméterként be is írta a null értéket, ezt elfogadjuk, másodikként pedig írjuk be a Hello Világ szöveget. Írjuk helyesen, és tegyünk közé szó közt is. Szintén olvasgatva az osztályok között azt is megtudjuk, hogy egy program, Java program szabályos leállításához szükség van egy system.exit metódus hívásra, aminek paraméterként megadhatjuk azt az értéket, amit szeretnénk jelezni a program végetérésekor az operációs rendszer felé. Ennek nulla értéke jelenti azt, hogy minden rendben van, program szabályosan véget ért. Ezzel a programon készen van, próbáljuk ki. Megjelent az ablak, látjuk, hogy message a címe, az üzenet Hello Világ. Ez valóban egy önálló ablak, mozgatható a képernyőn. Szókégombra kattintva pedig az ablak bezáródik, az alkalmazásunk pedig sikeresen véget ér. Ezzel készen vagyunk ezzel a feladattal, azonban hasznos lehet, ha megismerkedünk még a JOption Pane osztály további lehetőségeivel. Ehhez gépeljük be újra az osztály nevét, üssük le a pont karaktert, és a listában keressük meg újra a Show Message Dialog metódus, ugye mi kettő volt a listában, azt láttuk. Ezt legkönnyebben úgy tehetjük meg, hogy elkezdjük legépelni
a metódus nevét. Például, ha show M szöveget begépeltem, akkor már csak azok az elemek szerepelnek a listában, amelyek ezekkel a betűkkel kezdődnek. Kattintsunk most a második show message dialog metódusra, és nézzük meg, hogy ennek milyen paraméterei vannak az előző kettőn felül. Van neki egy title paramétere, ami az ablak címét határozza meg, az előbbi message helyett, tehát ide valamilyen szöveget begépelhetünk, és van neki egy message type paramétere, ami pedig meghatározza azt, hogy milyen típusú üzenetet szeretnénk ezzel az ablakkal közölni. Ennek lehetséges értékei például az error message, vagy az information message, és így tovább. Ezek különböző konstansok, ezek szintén a JSON pane osztályban találhatók, így tudunk majd rájuk hivatkozni. Tegyünk egy próbát, válasszuk ki ezt az osztályt, első paraméterként hagyjuk meg a null értéket, másodikként legyen ismét hello világ az üzenet. Most következik az ablak címe. Legyen ez mondjuk hiba. Üzenet típusként pedig begépelve a JOption pén osztály nevét, majd a pontot leütve kiválaszthatjuk a megjelenő listából például az error message értéket. Látjuk azt is, hogy ez egy egész típusú érték. Pontos érték, hogy ez milyen számot jelent, nem kell tudnunk, rábízhatjuk a programra. Ezzel tehát elkészült a metódus hívásunk, találtunk egy hibát, kaptunk egy piros felkiáltó jelet. Vajon mi lehet a hiba? Nos az, hogy a hiba többbetűbeli szöveget nem találja a rendszer. Hát persze, mert ezt idézőjelbe szerettük volna írni, mint hogy szöveg, ez legyen az ablak címe. Hiba üzenet eltűnt, ezzel a programunk készen van, lefutathatjuk, kipróbálhatjuk. Megjelent az első ablak, az OK-re kattintva ez bezáródik, és megjelent a hiba című második ablak, aminek egy hiba üzenet ikon van a bal oldalán. Ezt jelentette ugyebár a JOption pane error message üzenete. Ezzel készen vagyunk, ezzel az alkalmazással. Gyakorlásképpen próbáljuk ki még a többi show message dialog metódust különböző paraméterekkel. Nézzük meg, hogy melyiknek mi a jelentése. Következő leckében pedig már be fogunk kérni egy információt a felhasználótól, ehhez további JOption pane metódusokat fogunk használni.